A török dúlás a Dunántúl lakosságát is megtizedelte, a megritkult lakosságot főleg német, valamint horvát, szerb, majd szlovák telepesekkel pótolták, elsősorban Mária Terézia és II. József uralkodása alatt. A németek betelepítését messze földön híres szorgalmuk, fegyelmezettségük és engedelmességük tette ajánlatossá. A sváb mesterségek fortéjaival ismerkedhettek meg a pogányiak szeptember utolsó hétvégéjén. Weimert Mihály Kádár egy 225 literes tölgyfahordó hajlítását, kitüzelését mutatta be az érdeklődőknek. A sváb származású mecseknádasdi szakember elmondta, nincs, aki tovább vigye mesterségét. Valójában tölgyfarönköt hozzák hozzám az udvarba, én azt ott fölvágom különböző hosszúságra, amely hosszú nagyságú hordókat akarok készíteni. És akkor azt fölvágom dongákra, tehát azt kell mondjam, hogy most nem így, hanem majd mintha deszkát vágnának hasonlóan, és akkor ki szabadba fölrakom, süssánnap, éj az eső, tehát szellősen, tehát kilugod, csersavat kilugozza az eső, és úgy van fölmágyázva, és egy két év után lehet belőle boroshordot készíteni, de hát akkor viszem a műhelybe, és akkor kezd, és akkor alakulnak ki az ilyen dongák, ilyen formájúak, és így az összeállítva. Hát ezekre van igény, ezekre a hordokra. Igaz, hogy egyre kevésbé, egy pár évvel ezelőtt akkor nem lehetett volna annyit készíteni, amennyit el nem vittek volna. Most nagyon lecsökkent, de mi is lecsökkentünk, tehát kevesen. Tőlünk, nálunk a faluban volt vagy 40 kádár, még több is, most már csak egy van, aki dolgozik. Nem én, egy másik kolléga. Tipikusan sváb mesterség a székfonás. A lakosság egyre növekvő környezettudatossága miatt népszerűek a sásból, gyékényből és csuhéból készült székek. Négyes tímea Erzsébetről érkezett. Ez egy olyan technika, hogy a szék sarkánál kezdek. Egy sarkot megcsinálok, megyek a következő sarokra, és így haladok körbe-körbe, mindig körbe. És ez a rész, ami meg van kötve, ez egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb, és a végén középen fogom befejezni a széket. Van többféle technikája. Ez, amit most csinálok, ez egy teljesen általános technika. A világon mindenhol elterjedt. Egyébként van egy hungarikumunk ilyen szempontból, mégpedig az ófalusi svábkötés, amit gyakorlatilag sehol nem csinálnak a világon. Hát most a megrendelő az nem azt kérte, úgyhogy ezért nem ezt hoztam. De tényleg az teljesen egyedülálló. Ez az egyik kihalóban levő mesterség. Baranya megyében rajtam kívül 2 darab székkötőről tudok. Nem sokkal több van a környező megyékben sem, tehát nagyon kevesen vagyunk. De vannak tanítványok egyébként, tehát én oktatok is, táborokat tartunk felnőtteknek, és úgy látom, hogy van egy-kettő, aki visszatér évről évre. Úgyhogy én mindig azon vagyok, hogy népszerű legyen a szakma, minél többen csinálják, szép is, meg hát értékes. Ha rajta múlik, akkor sokan lesznek. Venhart János sváb származású cipészmester, aki gyerekkora óta pogányban él. Ő is bemutatta mesterségét hétvégén. Én cipésznek tanultam. Annak idején ez úgy indult el nálam, hogy beteg voltam. És egy évet kihagytam az iskolából, és akkor az orvosom javaslatára, hogy ez bent van, meleg helyen, és könnyű, aránylag könnyű szakma. Hát kiderült azért melegnek meleg, de nem annyira könnyű. Megviselte az üzületeimét is, de azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy ezt választottuk. Akkor annak idején sok szép dolgot készítettem, már most nyugdíjas vagyok. Sokaknak úgy hiszem, hogy örömet okoztam ezzel, és még a máig is, hogyha jönnek, szívesen segítek bárkinek bármilyen. Az unokám az most 14 éves, és éppen pályaválasztás előtt van, és éppen ma ajánlottam föl neki, hogy a teljes felszerelésemet, ami még megvan, szívesen átadom neki, a tudásommal együtt, de azt hiszem, hogy nem érdekli. Dekman Jánosné, mint mondja, tetőtől talpig sváb. Elmesélte, hogy a háború után pénzük ugyan nem volt, de birka volt minden háznál. Így kezdtek varni, majd horgolni, és kézimunkázni is megtanultak. Én pacskerrel, zoknikkal, mellényekkel, kézimunkával
női mellényekkel, ezt a férfiaknak kötöttük, újatlan, ezt pulóvernak mondtuk. Ez még a zokni, ez még volt a női zokni, és akkor ezek a pacskerok, ez is a pacsker. Ez divat volt a sváboknál. Tetszik látni, mindegyik más. És ezt még mikor a unokám férhez ment, mikor éjfélkor átöltözött menyecske ruhába, akkor ezt a férjemnek az unokatestvérje kötötte, meg mi találtuk ki, mert úgy szoktuk közösen ezt a sarka, ez az oldala, ezt mind három tűvel, de az elejét öt tűvel kötöttük, és az fiatalabb volt, és az még látta a színeket. Sajnos, de én már nem látom. Én most már csak ilyeneket tetszik látni. Az 1800-as évek végén belső áttelepüléssel költözött Észak-Baranya és Dél-Tolna térségéből az evangélikus vallású németség Pogányba. A pogányi német nemzetiségi önkormányzat 1998-ban alakult meg, és azóta tevékenykedik a helyi németségért és szervez programokat. Pogány régebben két nemzetiségi falu volt, eredendően horvátok lakták, a történelem szerint ők pásztor népek voltak, a szakmát a svábság hozta ide be, mikor betelepültek, és úgy alakult ki, hogy több ácsköműves, kovács, székfonó is volt, bár az egy magyar ember volt, és hát ennek a kapcsán jutott eszünkbe, hogy a fiatalok nem tudják, hogy gyakorlatilag ezeket a szakmákat hogy művelték, hogy dolgoztak, és arra gondoltuk, hogy fölkérünk néhány szakembert, aki elhozza a régi szerszámait, bemutatja, hogy azokat hogyan használtak. Inkább az idősebb korosztályra jellemző, hogy tartják a hagyományokat. Próbáljuk a fiatalokat is megszólítani, főleg a gyerekek révén, ezért is készültünk népi játszóval is, illetve olyan mesteremberek jöttek, akiknél a gyerekek kipróbálhatják azt, amit régen műveltek. Én anyai ágon vagyok sváb lány, de én Tolna megyéből jöttem, úgyhogy mi 8 éve élünk itt Pogányba, de a kezdetektől befogadóak az itt élő emberek, és hát így én is nagyon hamar közéjük álltam.